A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most kedves nézőink, engedjék meg, hogy egy idézettel indítsuk útjára ezt a műsort. Adam Kay, a Sunday Times orvos szerkesztője jegyezte le ezt a gondolatsort. Az orvosi pályához elengedhetetlen a pszichés alkalmasság, képesség a félelmetesen nagy nyomás alatti döntéshozatalra, a rossz hírek közlésére, a gyötrődő hozzátartozókkal, a halállal való szembesülésre nap mint nap. Olyasmi, amit nem lehet bemagolni vagy osztályozni, a nagy orvosnak a szíve is hatalmas, aorta tágulata van, annyi részvét és emberi jóság kering benne. Ez az idézet pedig azért jutott eszembe, mert hogy mai vendégem, aki nemzeti ünnepünk augusztus 20-a alkalmából Sólyog Tamás köztársasági elnök, illetve Pintér Sándor belügyminiszter előterjesztésére Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatát adományozta a Fejér megyei Szent György Kórház Egyetemi Oktatókórház Központi Anesteziológiai Intenzív Betegellátó és Sürgősségi Centrum vezetőjének, a Központi Anesteziológiai és Intenzív Betegellátási Osztály és Sürgősségi Betegellátási Osztály osztályvezető főorvosának, vendégem Sárkány Ágnes. Csókolom a kezét. Jó napot kívánok! Örülök és gratulálok. Annál is inkább, hiszen tulajdonképpen egy mulasztást pótolunk ezzel, hiszen annak idején egészen 2005-ig kell visszamennünk, amikor Pro Sanitate emlékéremmel jutalmazták, aztán 2016-ban Prima Primissima díj, Szent Györgyi emlékérem, illetve 2020-ban nem is olyan nagyon régen Pro Civitate díj elismerésben részesült. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan életpálya az öné, ami méltó arra, hogy most itt a köztársasági elnök úr is átadta ezt a díjat, elismerést. Nos, hát ahhoz viszont, hogy megértsük, hogy ki miként választ hivatást magunknak, egy kicsit el kell mennünk Simontornyára, ami nincs túlságosan messze, mert bár Székesfehérváron született azért. Az általános iskolai tanulmányai során elindult-e valami, hiszen kisgyermekként az ember fia azért ritkán választ majd magának hivatást, de azért alapjaiban meghatározza, hogy milyen iskolába járt, mit szeretett, melyek tantárgyak voltak a kedves szex számára. Hát én azt gondolom, hogy a rád tantárgyakat szerettem, tehát én mindig a matematikát szerettem és tudtam. És igazából én már úgy emlékszem vissza, hogy általános iskolás koromban én már orvos akartam lenni. Tehát onnantól kezdve sokan próbáltak ettől eltántorítani, de mi mindig a gondolataimban ez maradt. Legfeljebb nem mondtam el senkinek se, hogy én továbbra is orvos akarok lenni, és végeztem tovább az általános iskola után a gimnáziumot, azt is rászakon fizika tagozaton végeztem Bonyhádon, és onnan jelentkeztem az egyetemre. De tudatos volt végig ezek szerint, hiszen elérte a célját. Hát, hogy mennyire volt tudatos, az nem tudom, csak az, hogy mindig jól kellett tanulnom, ahhoz, hogy tudtam, hogy egy faluból, kisvárosból el tudjak jutni egy nagyobb gimnáziumba, és onnan a gimnáziumba, egy egyetemre, ott tudtam, hogy mindig jól kell tanulnom. Ugye Pécsre került. Pécsen végeztem, igen. Hála Istennek, helyek között tisztában vagyok a Pécsi Egyetem nagyszerűségével, hiszen számtalan orvos kollégája is ott végzett, és az alapját adják most is a Szent György Kórháznak. Kik voltak azok a mesterei, azok a professzorai, akik meghatározták az egyetemi éveit? Visszaemlékezve, egy nagyon sok professzorom volt, aki igen magas tudásról adott tanúbizonyságot, és akárhányszor egy vizsgán túl voltam, az egy katartikus élmény volt, amikor sikerült elvégeznem a vizsgát. Igazából, amire visszaemlékszem, hogy
az alaptantárgyak, tehát egy sebészet, egy belgyógyászat, fülorgégészet, egy klinika, egy nőgyógyászati klinika, az mindig meghatározó volt az életünkben, és mindig azt figyeltem, hogy hol voltak súlyos állapotú betegek, lestem az akut betegellátást, hogy de nyilván azért a 4 év azért az egyetemről arról szólt, hogy azokat a vizsgákat tudjuk le, amik a fővizsga volt, egy anatómia, egy gyógyszertan vizsga, aki tudta, hogy az anatómia vizsgája és a gyógyszertan vizsgája megvan, az már fél orvos, vagy 3/4 orvos, mert onnantól 4 évben a gyógyszertan vizsga is megvolt, akkor tudtuk, hogy az 5.-6. évet mi ezt már el fogjuk végezni fél lábon is. Igen. Úgyhogy ezek voltak a meghatározó élmények az egyetemen. Viszont nagyon fontos pillanat volt nyilván eldönteni, hogy hol folytatja, hol kezdi orvos pályafutását. Ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a 70-es évek közepén bizony a székesfehérvári kórház nem volt túlságosan jó állapotban, aztán jött Kuhár főorvos úrnak is köszönhetően egy óriási változás, és elindultak felfelé. Mi hozta Székesfehérvárra? Hát ugye én a Tolna megye északi csücskén lakom, és húztunk egy 60 kilométeres körzővel egy költ, akkor vagy Szekszárdon voltam egyetemista, és akkor azt gondoltam, hogy akkor menjünk a másik irányba, északabb irányba, és így 60 kilométerre Simontonyától Székesfehérvár volt. Hála Istennek, teszem hozzá. És akkor ide jelentkeztünk, és elég sokan jelentkeztünk az évfolyamomból. Mi fogadta akkor itt? Hát ugye a teljesen más világ volt, mint a mostani világ. Akkor nem volt ekkora orvoshiány, és bizony egy-egy állásért azért meg kellett küzdeni, és próbált az ember jelentkezni. Én először idegsebészetet választottam, aztán ideggyógyászatot, felmértem, hogy hol vannak lehetőségeim, aztán belgyógyászatot, akkor ott se volt lehetőség rá, és akkor aneszt intenzívállást felajánlották nekem, és akkor az intenzív, főleg az intenzív az, ami megragadott, és ezért választottam ezt a szakmát. Hogy lehetett folyamatosan fejlődni, hiszen nyilvánvaló az egyetemről kikerülve szembesülnie kellett azzal, hogy egy osztályon, főleg ezen az osztályon mi minden történik? Ha az intenzív osztályos orvosok életét megnézem, akkor a nőgyógyászott, az urológiai, idegsebészet, traumasebészet, minden honnan kapja a betegeket, vagy érkeznek a súlyos állapotú betegek. Tehát egy csomó minden szakmára rálátásom volt, és meg tudtam tanulni, vagy próbáltam megtanulni a súlyos állapotú betegeknek az ellátását, és ugye, ahogy a szakmák fejlődtek, mindig egyre több tudás birtokába jutottunk, mert ugye az orvosász nem arról szól, hogy végeztem 86-ba, és akkor ott megálltunk. 5 évente gyakorlatilag megduplázódnak azok a tudásszintek, amit meg kell tanulni ahhoz, hogy elfogadható szinten tudja az ember művelni a szakmáját. Ugye 4 esztendővel később szakvizsgát tett. Igen, 90-ben, igen. A szakvizsga az megerősítette, hogy jó választás volt, hiszen hogy elég mélységet látott már abban, hogy ezt az orvostanak ezt a részét vigye tovább? Én már fél évvel, ahogy betettem a lábamat ebbe a kórházba, tudtam, hogy nehéz szakmát választottam, és egy nagyon küzdelmes szakmát választottam, mert ugye ebbe az időszakban, 80-as években fejlődött úgy az intenzív terápia, hogy követelte a helyét az orvoslás többi szakmája között, és minden új szakma, aki újonnan lép fel, az annak meg kell harcolni a helyért, hogy elfogadja a többi szakma. És ezt tudtam, hogy ez nehéz lesz. Hát 90-ben is nehéz volt, meg utána, mai napig is ez nagyon nehéz. Nyilván ennyi idő után már egy intenzív szakma, egy aneszt intenzív szakma azért kiforrott szakma, és az egész országban elismert szakma, de ettől függetlenül ezért mindig egy küzdelemmel jár. Igen, hát a küzdelemről majd beszélünk, de 4 esztendővel azt követően, szakvizsgáját követően már adjunktus lett, további 4 év pedig főorvosként. Igen. Ez mennyit változtat meg
a mindennapokon egy orvos életében. Hiszen nyilván jóval nagyobb felelősséggel jár, ez nem vitás, de a felelősség az egyébként is főleg ezen a szakon napról napra tetten érhető. A Csicárik főorvosú volt a főnököm, ő nevezett ki adjunktusnak, majd főorvosnak is, és nyilvánvaló egy bizalom volt a részéről, hogy alkalmasnak találta arra, hogy egy kisebb csoportnak a vezetője, vagy szakmai vezetője legyek, és ennek megfelelően képviseljem a szakmámat a többi kollega előtt. Ez nem volt könnyű, de nem futamodtam meg, mert a személyiségem az ilyen, hogy ezekbe a nehezebb kérdésekbe beleállok, és szakmai alapon vitázok. Ugye bizalmi kérdésről beszélt. Bizalmi kérdés van ebben a szakirányban nyilvánvaló a betegek hozzátartozói, a betegek és az orvosok, illetve az ápolók között is. Ezt mennyire lehet hozzátenni ki a maga orvosi, illetve emberi személyiségét? Én azt gondolom, hogy a tudáshatalom, mindig ezt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy aki tud és szakmai alapon tud vitázni, vagy el tudja mondani a véleményét akár a betegnek, vagy akár a hozzátartozójon, az meghallgatásra fog kerülni. Tehát tudni kell ahhoz, hogy a mindennapi munkánkat el tudjuk látni. Ugye említette a beszélgetésünk elején, hogy nagyon sok minden változott a kórházban. Ez az önök osztályán mit jelent, tehát szakmai szempontból? Ugye ahhoz képest, amikor én kezdtem, és a mostani helyzetet megnézem, sokkal-sokkal több szakma van. És sokkal több terület van, amire specializálódnak kollégák. Az orvosás, hál' Isten, egyre többet tud segíteni a betegeknek. Ezeket mind meg kell tanulni, rálátással kell lennünk ezekre a szakmákra, hogy miben tudnak segíteni nekünk egy beteg ellátás során. Tehát gondolok én arra, hogy nagyon sokat fejlődtek a manuális szakmák, egyre több beteget tudunk meggyógyítani, akár a sebészeten, baleseti sebészeten, urológián, vagy bármely más szakmát lehet manuális szakmát említeni, de ugyanúgy a belgyógyászat terülni és egy hemodinamika megjelenésével egyre többet tudunk. Ehhez ugye párhuzamosan a radiológia is rengeteget fejlődött, tehát minden évben előrébb lépünk valamit, amivel tudunk segíteni a betegeken. Mi történik az anesteziológián? Az anesteziológia ugye foglalkozik a betegek érzéstenyítésével, a műtét altatásával, érzéstenyítésével. Nagyon sokat fejlődött ez a rész, mert egyre jobb altatószerek vannak, egyre biztonságosabb, sőt azt kell mondjam, hogy nagyon biztonságos az altatás, mert olyan monitorizálási lehetőségek vannak, és olyan gépeink vannak, amivel nagyon precízen tudjuk végezni ezt a munkát. Ugyanúgy az érzéstenyítés is rengeteget fejlődött, rengeteg érzéstenyítő blokkot szorunk, fájdalomcsillapítást a műtét utáni időszakban biztosítunk a betegeknek, tehát nagyon nagy szükség van erre a szakmára. Amikor előbb megbízott, az új évezred meghozta, megbízott majd a valóságos osztályvezető főorvosi posztot, ez mennyit változtatott a mindennapjain? Hát ugye, amikor valaki úgymond főnök lesz, akkor a nap 24 órájában egyrészt rendelkezésre kell állni az osztály számára, a kollégák számára, nővérek, orvosok számára, nővérek számára, hogy amikor valami problémás helyzet van, azt meg tudjuk beszélni. Mert nyilván egy hátteret kell biztosítanom, hogy én is ugyanúgy gondolom a betegvizsgálatot, a terápiát, ha bármilyen probléma van, arról tudnom kell, és ez nyilván azt jelenti, hogy az a nap 24 órában elég sok órát, tehát ott állok a háttérben. Tehát csapatot kell építenie. Abszolút, csapatot kellett építeni, ami nem volt könnyű, mert a 2000-es évek elején alig volt orvos, és most az aneszti intenzív osztályon azért annyi altató orvos van, annyi intenzíves orvos van, hogy azért az országban kevés helyen van. Ugye osztályvezető főorvosként azért
jönnek a következő kihívások. Én annak tekintem azt is, hogy 4 esztendővel később a sürgősségi betegellátási osztályon lett megbízott osztályvezető főorvos, ami már megint bizonyos értelemben egy más szint. Tehát nem úgy értem, hogy magasabb vagy kevésbé magas, hanem egy más történet. Ugye, ha azt gondolom, hogy egy akut betegellátás, egy súlyos állapotú betegnek az ellátása elkezdődik a sürgősségi osztályon. Ki kell tudni emelni a tömegből, látni kell, hogy ki az, aki súlyos állapotú, netán intenzív igényű lesz a későbbiekben, vagy most az állapotát annyira stabilizálni kell, hogy később osztályra tudjuk kihelyezni, akár sebészeti osztályra, vagy akár manuális osztályokra. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy folyamat, tehát látni kell, hogy beteszi a lábát, és hogy hova tudom eljuttatni a beteget biztonságos helyzetben, és tudjak rajta segíteni. Ez az intenzív terápia előtt van a sürgősségi terápia, és az nagyon fontos, hogy a kettő összefolyjon, egymás kezét fogja ahhoz, hogy egy beteget jól tudjunk ellátni. Tehát a kézenfogva jár a fejlődés bizonyos értelemben a szakmán belül is. Ebben mennyit segít, hiszen számtalan orvostan tanács tagja volt, és jelenleg is. Van-e egy kidolgozott módszertana, amihez mindig hozzá lehet tenni? Azt gondolom, hogy hát ilyen kidolgozott módszertan nincsen. Ugye van egy tudásunk a sürgősségi orvosásról, van az intenzív terápiáról, és ezt kellett úgy összehangolni, hogy egy jó betegellátást tudjunk végezni. Ugye érdeklődéssel olvastam, hogy az anesteziológiai, illetve intenzív terápia, illetve a csecsemő és gyermekgyógyászati szakfelügyelő főorvosa a Dunántúli szekció elnökeként. Ez szakmailag az biztos, hogy megerősítést jelent, de tudnak-e olyan konferenciákat, olyan tanácskozásokat rendezni, ami előre visz? Hát mindenképpen sok kongresszus van évente. Mi egyrészt mind a 4 egyetem és az Anest Intenzív Társaság Siófokon minden évben van egy-egy kongresszus, ahova készülni kell előadásokkal, részt veszek az előadások összekészítésében, vagy a programok összekészítésében. Vannak összejöveteleink a vezető testület részére, ahol a jövőbeni irányokat meg tudjuk beszélni, tehát mindenképpen így információ azért sok jut el felénk. Tehát jó úton jár ez a szakirány ebben az értelemben? Én azt gondolom, hogy a legtöbbet az intenzív terápia fejlődött az elmúlt időszakban. Az, hogy előadásokat tart, tanít, ha úgy tetszik, az azt gondolom nagyon-nagyon fontos ebben az értelemben, hiszen ahogy említette az imént, folyamatos fejlődés záloga nem más, mint a tanulás. Igen, tehát ez az a szakma, meg egyáltalán az orvoslás az a szakma, ahol folyamatosan tanulni kell, mert évről évre jönnek újabb dolgok, változnak az irányelvek, hozzátesznek, elvesznek belőle, más lett a cél, más a diagnosztika, tehát mindig tanulnunk kell. Ugye az ápolóképzésben is részt vesz. Igen. Hol tartunk ma abban az értelemben, hogy ugye számtalan olyan hivatás létezik, az ápoló is ezek közé tartozik, ami rendkívüli felelősséggel jár. Megérkeztünk-e oda, hogy ezt valóban egyre többen válasszák, vagy pedig ott tartunk, hogy visszaesett az ápoló szakra jelentkezők száma? Amikor én elkezdtem ezt a szakmát, akkor rang volt intenzíves nővénynek lenni, anesteziológus asszisztensnek lenni, őrzőbe dolgozni. A nővérnek az egy kiemelkedett helyzetet jelentett, kiemelkedő helyzetet jelentett a nővér számára. Sajnos az elmúlt időszakban egyre kevesebben választják a nővér szakmát, azért, mert retteltesen nehéz, nagyon sokat kell dolgozni, akár egy általános belgyógyászati vagy egy manuális osztályon is, de az intenzív osztályon rengeteget kell dolgozni, és pontosan ezért kevesen választják. Igen, ahogy Edemké fogalmazott, hogy az emberi részvét és jóság nélkül ez nem működik, és ráadásul elég mélységes szakmai tudás is kell hozzá. Nagyon nehéz az intenzív osztályon dolgozó nővéreknek, orvosoknak a halálnak a feldolgozása.
és mindig beszélgettünk egymással, amikor váratlan helyzet állt elő, vagy olyan beteget veszítettünk el, akire nem számítottunk, vagy fiatal beteget veszítettünk el, akit tudtuk, hogy el fog menni, de mégis a halála nagyon megviselt minket. Mindig beszélgettünk, mostanában már a Covid óta pszichológus is segíti ennek a halálnak a feldolgozását, hogy újra fel tudjunk állni, és másnap újra be tudjunk jönni dolgozni, de nagyon sokat beszélgettünk a nővérekkel, az orvosok is egymás között, a nővér-orvos viszonylatban is sokat beszélgett, és pontosan azért, hogy tudjunk újra dolgozni másnap. Tehát jó úton jár ez a szakirány, mondhatjuk, legalábbis akik felelősséggel vállalják ezt a szakot. Én azt gondolom, hogy ő nagyon rendben van az intenzív terápia ezen a téren, mert a tudásszint ott tart, hogy tudjuk, hogy mennyi mindent tudunk egy betegnél segíteni, és ez nagyon nagy erőt ad. Nos, akkor térjünk vissza az elismerésre. Ugye felsoroltam itt a Pro Sanitate Primissima, Szent György Pro Civitate. Ez mind-mind olyan elismerés, amellyel a város, illetve az orvostársadalom megtisztelte önt, megtisztelte azt a munkát, amelyet végzett az elmúlt évtizedekben. Viszont augusztus 20-a nemzeti ünnepünk az egy kicsit más. Milyen gondolatokkal fogadta a meghívót? Ugye minden kitüntetés azért arról szól, hogy nem csak rólam szól, hanem a kollégáimról, meg az osztályomról szól, mind a két osztályról. Szól az aneszt intenzívről és a sürgősségi osztályról. Amikor egy elismerést valaki kap, akkor mindig a háttérben levők is benne vannak ebbe az elismerésben. Az, hogy mit gondoltam, mindig, amikor egy ilyen kitüntetést megkapok, akkor ez egy jó leső érzés, hogy na akkor a munkámat megtisztelték ezzel. Mindig kapok egy új lendületet, erőt, amivel, hogy tovább lépünk, és mit kell még megvalósítani, mit kell javítani, mi az, ami fontos lenne az osztály érdekében. Tehát ez mindenképpen egy nagyon felemelő érzés. Nos, én ehhez az érzéshez kívánok sok-sok további mosolygós szemet, mert nyilván a hétköznapokon erre azért a munka közben ritkán kerülhet sor. És hát én köszönöm a teljes pályafutását mindannyiunk, minden székesfehérvári és minden Fejér megyei, és hát minden olyan beteg nevében, akiket segítettek. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen, hogy meghívta. Kedves nézőink, dr. Sárkány Ágnes volt a vendégem, aki nemzeti ünnepünkön ebben az esztendőben Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át köztársasági elnökünktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.